Sziasztok, Ambrose vagyok, nézzetek NSO TV. Az volt Ambrosnak a kérése, hogy intenzív edzés lesz, és 100%-osan koncentráljunk, mert a meccsen erre szükség lehet. Nincs sok edzés a héten, de amit csinálunk, azt nagyon jól csináljuk. Tegnap levették a gipszemet, köszönöm szépen, alakulok, bár még nem vagyok 100%-os formában, úgy érzem, vannak fájdalmaim, de muszáj vagyok tűrni a fájdalmat, hiszen ez a hétvége ez mindennél fontosabb. Kinti meccsből le lehet valamilyen konzekvenciát vonni? Természetesen a hibákból kell tanulni, ki kell elemezni, már elemeztük egyrészt. Mik ezek a hibák, ne haragudj? Nem mondom el. Ez lesz az első BL döntőm, nekem ez jut eszembe róla, és az, hogy az elődöntőn a hideg rázott, és a hátamon is állt a szőr, mert annyira fantasztikus volt a hangulat, és maga a csarnok is, tehát ott játszani nagyon nagy élmény, és úgy gondolom, hogy ez nagyon-nagyon nagy erőt kell, hogy adjon nekünk, mert több interneten olvastam több ilyen cikket, hogy szét fog robbanni a csarnok, és hogy a pokol lesz ott, úgyhogy én nagyon-nagyon várom már, és azt gondolom, hogy ez most a pályafutásom csúcsa, és nagyon-nagyon szeretnék élni vele, és úgy gondolom, hogy mindenki.